A Györfi István Katolikus Általános Iskola ebben a tanévben is meghirdette hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára. A pályázat célja karcak hitéleti néprajzi értékeinek feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára a kutató tevékenység legfontosabb forrásainak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés. Nagyon sok szép pályázat érkezett ide is, és nagyon sok olyan emléket gyűjtöttek össze a gyerekek, amelyek a karcogi katolikusok történetéhez kapcsolódik. Ezt a témát azért hirdettük meg, hiszen 250 éve, hogy az első katolikusok beköltöztek Karcagra, és a egyház is készül. Ennek a megünneplésére. Hát sajnos ez a járványügyi helyzet egyelőre nem engedi a kiállításnak a megszervezését, de olyan ö, sok szép pályázat érkezett, hogy én úgy gondolom, hogy ezen a kiállításon azok is bemutatásra kerülhetnek. Ö, nagyon sok pályázat érkezett ö, online is. Mi ezeket azért kinyomtattuk, hiszen ezekből a pályázatokból nekünk már több száz darabos gyűjteményünk van az iskola könyvtárában, és szeretnénk, hogyha ezek is oda kerülnének, mert egyelőre még mi is. Ö, Papíron gyűjtjük ezeket a pályázatokat. Biztos eljön majd az az idő is, amikor online fogjuk őket raktározni, de most mi még szeretjük ezeket archiválni és megőrizni a jövő számára. Pályázni a következő témákban lehetett: Karcagi kunkapuk, Katolikusok Karcagom. Két értékelő végezte a pályázatoknak az értékelését, a zsűrizését, a kunkapukat a Dr. Eskovácsilona, etnográfus asszony végezte. Ő a Kunkapu című könyvnek a szerzője, és nagy örömünkre szolgált, hogy mielőtt amikor tudomás szerzett a verseny kiírásáról, akkor a Nagykunsági Népművészeti Egyesület nevében felvette velünk a kapcsolatot. Gál Andrásné, az Egyesületnek a titkára volt az, aki közvetített közöttünk, és megajándékozta az iskola könyvtárát két kunkapú című könyvvel. Ilike pedig nagyon sok fényképet bocsájtott az iskola rendelkezésére, amelyet az iskolának a Facebook oldalára, illetve a honlapjára töltöttünk fel, valamint az osztályfőnökök rendelkezésére is bocsájtottunk, hogy az osztályoknak a Facebook csoportjába tegyék fel, és ez szolgált segédanyagul a gyerekeknek, hogy elinduljanak ebben a témában. Én hálásan szeretném megköszönni a Népművészeti Egyesületnek a segítségét, hiszen a gyerekek nagyon sok ötletet szerezhettek ebből. De ugyanakkor ö, nagy öröm volt számomra, amikor ö, etnográfus asszony azt mondta, hogy ő a pályázatok között olyan fényképet is talált, Kunkapuról, amelyet ő például nem talált meg. És én azt hiszem, hogy ez akkor most már egy, egy ilyen közös gyűjtésként is elindulhat, hiszen nagyon sok pályamunka érkezett a kunkapuk témakörben is, és nagyon szép pályázatok érkeztek. Egyedi pályázatok, hiszen nagyobb része úgy készült, hogy a gyerekek végigjárták a város utcáit, keresték a kunkapukat, azokról fényképeket készítettek, majd utána olvastak, hogy hogyan kell a kunkapukat elkészíteni, mi volt régen a hagyomány, illetve megkerestek olyan népművészeket, akik foglalkoznak kunkapúk készítéssel. Többen készítettek például interjút Andrási Mihály Fafaragóval is, akit tudjuk jól, hogy nagy, nagy szeretettel készíti ezeket a kunkapukat. Többek között itt az iskolának az aulájában is van egy kunkapu, ez már körülbelül egy olyan 15 évvel ezelőtt készült. Egy versenyre készültek a, készítették el a gyerekek, és ebben Andrási Mihály Fafaragó volt az ő segítségükre. A pályázat terjedelme minimum 5 A4-es oldal géppel vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhatott képeket, fotókat, illusztrációkat. Hálásan köszönöm meg a, elsősorban a szülőknek a segítő munkáját, hiszen ezek a munkák nem születhettek volna meg, hogyha nincs a háttérben a szülői segítség. Mi pedagógusok, jó magam is történelemtanárként veszek részt a gyerekeknek a segítésében, de én úgy gondolom, hogy ez a mai járványügyi helyzet nem tette azt lehetővé, hogy olyan gyakran konzultáljunk a gyerekekkel, mint ahogyan ezt a korábbi években tettük. A segítséget mindketten történelem tanárok megadtuk, illetve az osztályfőnök is, is nagy segítségünkre voltak, hiszen ők is patronálták a gyerekeket, de a legtöbb munka olvasható ez a pályázatokban is, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy a gyermekek megköszönik a szüleiknek, nagyszüleiknek a segítségét. A pályázatot fedőlappal kellett ellátni, amelyen az alábbi adatok szerepelhettek. A pályázat címe, a pályázó neve, osztálya, a pályázó iskolájának neve, címe, a felkészítő tanár neve.